A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is elindult a felvételi kampány, nyílt napot tartottak az intézményben. Több mint 100 érdeklődő fiatal érkezett a főépület aulájába, ahol valamennyi szakkal és oktatási eszközzel megismerkedhettek a középiskolások, például ezzel a babával, amely elrettentő és bemutató célzattal készült. Az oktatási eszköz bekapcsolás után elkezd sírni. És meg kell rázni. Mindig mondom, hogy ezt csak ezzel a babával szabad megtenni, és látszik, hogy ettől a rázástól, amit most én okoztam neki, a gondolkodása sérült, az érzelem kifejező részei az agyának, és ugye a látása. Lehet, hogy ettől a rázástól esetleg meg is vakult ez a gyerek, úgyhogy mindig mondjuk, hogy ezt nem szabad megtenni egy babával semmilyen mértékben, és ide vonatkozik az is, hogy a kisbabákat ugye így dobálják, mert az agy így is elmozdulhat, és így is okozhatnak neki bármit. Például a gyerek a dobálás következtében dadogni fog. Az intézmény nyílt napján sokan érdeklődtek a szociális munka alapszak standjánál, de sokan megnézték a mentőtiszt szakosok bemutatóját is, valamint azt is ki lehetett próbálni, hogy milyen terhesnek lenni, azaz átlagosan plusz 12 kg-ot cipelni. A legtöbb középiskolásnak tetszett az egészségügyi nyílt nap. Szerintem nagyon sok információt tartalmaz, mindössze a pontszám, és itt beszélhetünk a hallgatókkal is, akik az egyetemen tanulnak. Az aiból érkeztem, és a szülésznő vagy az ápolónői szak érdekelne. Egészségügyi alapismereteket tanultam. Úgy volt, hogy abból fogok érettségizni, de ez nem sikerül, mert most már kivették, és az ápolónő érdekel leginkább, vagy még a szülésznő. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán jelenleg mintegy 1400 hallgató gyarapítja tudását, mondta a nyílt nap tájékoztató előadásán a kar oktatási dékán helyettese. 1990-ben jött létre a karunk. Védőnő és szociális munkás képzés volt az a két szak, amelyeken elindultak a képzések, és aztán fokozatosan bővült a szakok száma. Sárvári Attila hozzátette, a több mint negyed évszázados karon 6 alap és 4 mesterképzést hirdetnek meg, utóbbinál a közelmúltban bővült a paletta. Tavaly az egészségügyi tanárszakot indítottuk el, ami tulajdonképpen azért volt unikális, mert az országban mi indítottuk el először ezt a szakot, és nagyon nagy érdeklődés övezte, tehát 100 hallgatót vettünk föl erre a szakra. Tájékoztató előadást a kar tanulmányi osztályvezetője is tartott. Az egészségügyi képzések közül a mentőtiszt és a szülésznő az, ami változatlanul évek óta tartja magát, hogy így fogalmazzak. Mindig elég sokan jelentkeznek, és hát a jelentkezők is, hogy fogalmazzak, a jobb képességűek közül kerülnek ki. Ez a két olyan alapképzési szakunk van, ahol, ami tényleg népszerű, nagyon népszerű a jelentkezők között. A szeptemberben induló képzésekre évvégén indul el a jelentkezési időszak. A felvételizők 2017. február 15-ig adhatják be jelentkezéseiket a felsőoktatási intézményekbe.